Nemzetközi szándéknyilatkozat, partnervárosi kapcsolatokat erősít Nyíregyháza Lengyelországgal. Közeleg a határidő, már csak 5 nap van hátra az SZIA bevallás határidejéig. Izrael 70. Soha nem volt még annyira aktív és erős kapcsolat Magyarország és Izrael között, mint napjainkban. Partnervárosi szándéknyilatkozatot írt alá Nyíregyháza és Bielszkó Biala a városnapi ünnepi közgyűlésen. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A város újratelepítésének 265. évfordulóján tartott rendezvényen a lengyel településen kívül részt vett még szatmárnémeti, ungvár, beregszász és eperjes delegációja is. A közgyűlés mellett koszorúzással, emléklapok átadásával, illetve kétnapos programsorozattal ünneplik a megyeszékhelyen a városnapot. Ez az a pátenslevél, amelyel Nyíregyháza egyik földesura, gróf Károly Ferenc 1753. május 16-án kedvező feltételeket ígért az ide letelepedőknek. Ezzel megindult a Békés megyéből és a felvidékről érkező szlovák evangélikusok betelepülése, hogy enyhítsenek a munkaerőhiány okozta gondokon. A város újratelepítésének 265. évfordulójára ünnepi közgyűléssel emlékeztek Nyíregyházán. A városházán rendezett ünnepségen Kovács Ferenc kiemelte, az ősök összefogása a település érdekében nem csak a múltat jellemzi, jelenleg is erős közössége van a településnek. Itt Nyíregyházán mi mindannyian úgy gondoljuk, hogy nyíregyháziaknak lenni jó, mert a nyíregyháziak számíthatnak egymásra, és összefogva olyan eredményeket érnek el ma is, ami méltó az elődökhöz. Talán megengedik nekem ezt a hasonlatot, ha azt mondom, hogy Nyíregyháza ma is egy olyan erős, jó gazdasági alapokkal rendelkező város, mely úgy fejlődik, mint 200 évvel ezelőtt, lendületesen tovább. És ennek a fejlődésnek a hagyomány tisztelete, a történelemből, elődeinkből merített értékek jelenléte is a mindennapokban itt van velünk. Nyíregyháza már 1996 óta ápolt testvérvárosi kapcsolatot Zsesovval. Most egy újabb lengyel településsel fűzte szorosabbra kapcsolatát a Szabolcsi megyeszékhely. Bielszkó Bialával már hosszú ideje jó viszonyt ápol Nyíregyháza, többek között kölcsönös fesztivál meghívások és tanulmányutak során mélyítették el együttműködésüket a települések. A testvérvárosi szándéknyilatkozatot az ünnepi közgyűlésen írták alá a települések képviselői. W tym kilkuletnim procesie poznawania się wzajemnego. Ez a több éves folyamat odáig vezetett, hogy egyre jobban megismertük egymást, a két város képviselői, polgárai, ami oda vezetett, hogy egyre többet szerettünk volna tudni azokról a területekről is, amelyek az embereket érdeklik, így a kultúra, a turizmus, a sport és az oktatás területe. Mondta el Bielszkó Biala alpolgármestere a testvérvárosi kapcsolathoz vezető útról. A két település együttműködése példaként állhat a hasonló kapcsolatot ápoló városok előtt. Hangsúlyozta az ünnepségen Jerzy Snopek, a lengyel köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete kiemelte, közel 140 testvérvárosi kapcsolat létezik magyar és lengyel települések között, azonban a gyakorlati együttműködésben most tapasztalható csak fellendülés. Tudom, hogy sok testvérvárospár hát együtt működik a papíron, mindenek előtt a papíron, de örömmel tapasztalhattam, hogy újjáillett az együttműködés, mert most különösen jó atmoszféra van. Az ünnepi közgyűlésen Bielszkó Bialán kívül jelen voltak többek között Zsesov, szatmárnémeti, ungvár, beregszász és eperjes delegációi is. A megemlékezést követően a résztvevők megkoszorúzták a városalapítók szobrát, a városnapok pedig szombaton a szelektív szombattal, gasztroudvarral, koncertekkel és a város tortájának felvágásával folytatódik. Már csak 5 nap van hátra az SZIA bevallás határidejéig. Az utolsó napon minden megyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálat este 8 óráig tart nyitva. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal, őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve, annak május 22-e után automatikusan elfogadott bevallásá válik a tervezete.
Április végéig 800 ezeren kapták meg postán a bevallási tervezetüket a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 nappal a leadás határideje előtt 170 ezer adóbevallást már feldolgoztak a DAM-nál. Ebből 50 ezer adózó postai úton küldte meg adónyilatkozatát, 300 ezer tervezetet készített az adóhivatal, amiből 20 ezeret fogadtak el változtatás nélkül az adófizetők. Május 22-én éjfélig lehet elektronikusan benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé az adóbevallásokat. Itt a bevallási tervezet nagyon sokat segít az adózóknak abban, hogy ezt a feladatukat teljesítsék. Pontosabban, hogyha valaki nem szeretné a bevallását személyesen benyújtani, akkor nagyon egyszerűen az ügyfélkapunk keresztül megteheti, elfogadja a tervezetet. Hogyha semmit nem tesz vele, akkor is elfogadottá válik ez a bevallási tervezet. Kivételt képeznek azonban az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek. Nagyon fontos, hogy nekik meg kell tenni azokat a kiegészítéseket bevallásukban, amiről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincsen tudomása. Magyar Norbert elmondta, a NAV május 22-éig hosszított nyitvatartással várja az adózókat. Természetesen vannak olyanok is, akik ügyfélkapuval nem rendelkeznek, illetve postai úton kérték meg a bevallás tervezetüket, vagy akár személyesen akarják az ügyfélszolgálaton elintézni. Őket május 22-én este 8 óráig várják az ügyfélszolgálaton Nyíregyházán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. Azonban, hogyha valakinek a bevallási tervezete már elfogadásra került, tehát hogyha az ügyfélkapunk keresztül elfogadta, és esetlegesen ki is nyomtatta, nem kell behoznia semmiképpen, hiszen itt az ügyfélszolgálaton nagyon hosszúak a várakozási idők. Tehát, hogyha valaki ügyfélkapuval rendelkezik, annak a bevallása már elfogadott. Akik elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy az 1+1%-os felajánlásban, azoknak a NAV a 1819-es telefonszámon információs vonalat üzemel, amit munkaidőben este 6 óráig hívhatnak az adózók. Hétfőtől még egy papírt kell maguknál tartaniuk az autósoknak egy Európai Uniós előírás miatt. Az autók és más gépjárművek tulajdonosainak vasárnaptól a forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgálati bizonyítvány nevű egyoldalas dokumentumot is maguknál kell tartaniuk, amelyet a vizsgán állítanak ki. Ez az érvényességi időn, a rendszámon és az alvásszámon felül a kilométer számláló állását, illetve a vizsga lejárati dátumát is tartalmazza, vagyis nem csak egy pecsét, mint amit a forgalmiban megszoktunk. A szabály csak a 2018. május 20-ától kiállított műszaki vizsgálati bizonyítványokra vonatkozik. Soha nem volt még annyira aktív és erős kapcsolat Magyarország és Izrael között, mint napjainkban. Ezt Izrael állam nagykövetének helyettese mondta Nyíregyházán. Hunyadi László a zsidó állam újjászületésének 70. évfordulóján tartott megemlékezésen kiemelte, a magyar zsidóság is jelentősen hozzájárult Izrael létrejöttéhez és fejlődéséhez. Ma pedig fontos, hogy számos területen közös érdekek fűzik össze a két országot. Faültetéssel emlékeztek Nyíregyházán Izrael állam újjászületésének 70 éves jubileuma alkalmából. A zsidók őseinek megjelenése Izrael területén a Biblia elbeszélése alapján az időszámításunk előtt második évezred első felére tehető, majd a 12 törzs összevonásával az időszámításunk előtt 11. században alakult ki az egységes zsidó állam. Az ókori zsidó állam a rómaiak elleni felkeléssel bukott el végképp a második században, a zsidóság pedig szétszóródott a világban. A 19. században az egyre erősödő antiszemitizmus, a zsidókat ért támadások és az orosz birodalomban sorozatossá vált erőszakos cselekmények hatására alakult ki a cionista mozgalom, amelynek célja Izrael önálló államiságának kivívása lett. Végül 1948. május 14-én kikiáltották a független Izraelt. Az új állam létrejöttében nagy szerepet játszott a magyar zsidóság is. Magyarországról több százezer magyar származású lakos telepedett le Izraelben, és járult hozzá Izrael első éveinek és az első évtizedeinek a fejlődéséhez. Így az egyik fontos várost úgy hívják, hogy Rishon LeZion, ami azt jelenti, hogy Zion számára az első város, amit magyarok alapítottak. Hunyadi László azt is elmondta, Magyarország és Izrael között a hosszú ideig fennálló semleges kapcsolat után napjainkban egy aktív és előremutató együttműködés tapasztalható. Közös érdekeink vannak, és ezek az érdekek nem csak politikailag, hanem gazdasági és tudományos területen is megnyilvánul ez az érdeklődés mind a két irányból. Tehát nagyon sokat tudunk tanulni az utóbbi néhány évtizedben a világ élvonalába került Izraeltől a tudomány területén, a technika, technológia területén, és ne feledjük el, a biztonság technika az a terület, amelyikben Izrael abszolút a világ élén jár.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 150 zsidó vallású, illetve zsidó származású személy él. A nyíregyházi zsidó hitközséggel mintegy 60-70 fő tart szorosabb, lazább kapcsolatot. A zsidó közösségekkel az önkormányzatok a többi egyházi felekezethez hasonlóan jó viszonyt ápolnak. Ma már az egyházi többi egyházi felekezeti szervezethez hasonlóan egyfajta partnerként működünk együtt a megye közéletében. Az egyházi hitéleti tevékenységet az egyházak végzik, az önkormányzatok, így a megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata pedig a maga sajátos feladatait végzi, de alapvetően a kapcsolatokra az a jellemző, hogy erős és bizalmi alapon nyugvó partneri kapcsolat áll fönn az önkormányzatok és az egyházi szervezetek között, így a Mazsihisz nyíregyházi szervezete és az önkormányzat között is. Magyarország keleti régiójával is szeretne szorosabb együttműködést kialakítani Izrael, ezt mutatja az is, hogy többek között Debrecenből közvetlen légijárattal lehet már Tel Avivba repülni, és több mint 300 izraeli diák tanul a Cívisvárosban, ahol a héten nyílt konzulátusa is a zsidó államnak. Bemutatták a közönségnek az Ekkehard szökése című Benczúr Gyula alkotást a Mozaik Múzeum túra keretein belül. A milliós eszmei értékkel bíró szénrajz ezen túl a József András Múzeum gyűjteményéhez tartozik. Az intézmény Nyíregyháza város önkormányzatának támogatásával vásárolta meg a festményt egy dunántúli műgyűjtőtől. Megtelt érdeklődőkkel a József András Múzeum Benczúr Gyula terme. A magyar festészet egyik kiemelkedő ikonja Nyíregyházán született, így nem csoda, hogy már a 70-es évek végétől állandó Benczúr kiállítás várja a múzeum látogatóit. Jó néhány évvel ezelőtt az abból a ceruzai szénrajz gyűjteményből, ami a múzeumnak a tulajdonába került, már látható néhány restaurált példány. Minél több Benczúr, eredeti Benczúr alkotás van a múzeumnak a tulajdonában, annál jobban megőrzi számunkra Benczúr Gyulának az emlékét, aki ugye nem csak itt született, hanem az evangélikus templomnak a belső festését is ő tervezte, és hát ugye a magyar történeti festészet egyik, hanem a legnagyobb alakja. Így a kultúrának, a történelmnek a megőrzése, ez múzeumi feladat és városi feladat is, így ezzel próbáljuk szolgálni ezeket az értékeket. Idén 150 éves a József András Múzeum. Ez idő alatt közel 1 millió darabból álló gyűjteményt halmozott fel az intézmény. Ezek jelentős része képzőművészeti anyag, amely most egy újabb, eddig kevésbé ismert Benczúr szénrajzzal gyarapodott. Nem csak a kiállításban vannak nekünk Benczúr képeink, hanem vannak Benczúr rajzaink is raktáron. Tehát ami itt látható, aki eljön és megnézi a Benczúr kiállítás, azt nem látja az egészet. Tehát, sőt, vannak festmények is, a portrékiállításunkban is vannak portrék, amiket Benczúr készített, és mondom, restaurálása váró grafikai anyag is van. A most bemutatott művet Szatmári Tibor szerezte meg egy olaszországi aukción, majd Magyarországra behozva több helyi árverésen is részt vett. Végül a József András gyűjteményébe került. Mindig nagy öröm egy múzeum számára, ha gyarapíthatja a gyűjteményét. Nem festményről, hanem szénrajzról van szó, méghozzá illusztráció, de talán mondhatnám, hogy is szinte tanulmány, mert akár lehet, hogy később meg is tudta volna festeni ilyen módon, vagy mint felhasználni festői témaként is az Ekkehard szökését ábrázoló mű. A szénrajzot péntek délelőtt a Mozaik Múzeum túra keretein belül mutatták be nyilvánosan a közönségnek. Az afrikai sertéspest és vírusát mutatták ki egy elhullott vaddisznóban az ukrán határ melletti Tisza-Kerecseny környékén. A fertőzött egyed a tavaszi vándorlás során kerülhetett át Kárpátaljáról. A Nébi közleménye szerint az állategészségügyi szakemberek azonnal megkezdték a szükséges intézkedések végrehajtását. Az ASP emberre nem veszélyes, viszont az elterjedése jelentős gazdasági károkat okozhat. Nagy lépést tehet vasárnap a bronzérem megszerzése felé a Nyíregyháza Spartakusz. A tabella negyedik helyén álló Spari az eddig 2 ponttal többet gyűjtő, harmadik helyezett Békés Csaba otthonában lép pályára. A másik megyebeli csapat, a Kisvárda, hazai környezetben a Grosics Akadémia ellen harcolhatja ki a feljutást.
Meglehetősen mozgalmas napokat tudhat maga mögött Bozsik József, a Nyíregyháza Spartacus újdonsült vezetőedzője. A szakember az elmúlt héten vette át a csapatot Lucsánszky Tamástól, majd a héten az is kiderült, hogy a következő szezonban is ő lesz a szakmai munka első számú felelőse, akinek Lengyel Roland, Tuska János és Darabos Balázs segíti majd a munkáját. A fiatal tréner elmondta, hogy váratlanul érte a felkérés, amelyre nem lehetett nemet mondani. Igazából derült ebből villámcsapásként ért a dolog, ugye a keddi napon zajlottak az események. Gyorsan kellett dönteni, nyilván át kellett gondolnom a dolgokat, össze kellett raknom fejbe, hogy mik azok a tényezők, amik mondjuk a következő szezonra az én szempontomból, a stábom szempontjából érdekes lehet, illetve hát, hogy egyáltalán a stábot hogyan állítsam össze. Erre kaptam egy határidőt a keddi napon, és gyakorlatilag kedden délután 3-kor csaptunk egymás kezébe. A mostani szezonból még 3 forduló van hátra, és a Spari a 3. helynél már nem végezhet előrébb. Ezen a helyen jelenleg a Békés Csaba áll, így a nyíregyháziaknak vasárnap nyerniük kell ahhoz, hogy megelőzzék riválisukat. A két csapatnak ez lesz a 30. összecsapása. Eddig 10-szer az NB1-ben, 19-szer pedig a másodosztályban találkozott a két gárda. Nekünk úgy kell párra lépnünk, hogy nincs vesztenivalónk, hiszen a Békés Csaba 2 ponttal előttünk van a tabellán, ezen a mérkőzésen csak ők bukhatnak. Egy stabil játékkal készülünk, nyilván megvannak azok a stílusok, amik minket jellemeznek, erre fogunk építeni, nyilván az erősségeinket szeretnénk kihangsúlyozni a mérkőzésen, és az ő gyengeségeiket kihasználni. Úgy szeretnénk felépíteni a mérkőzést, hogy a mi esélyeink maximalizálódjanak, az övéik pedig csökkenjenek. A másik megyebeli csapat a tabella 2. helyén álló Kisvárda, a Grosics Akadémia csapatát fogadja, és amennyiben legalább 1 pontot szerez, Kondás Elemér együttese feljut az NB1-be. A forduló további párosítása a következő: Vác Budaörs, Szolnok Budafok, Győr Sopron, Siófok Kazincbarcika, Csákvár Soroksár, Ceglét Dorog, Mosonmagyaróvár Gyirmót és Zalaegerszeg MTK Budapest. 14 millió forintos beruházásnak köszönhetően 2 nemzetközi szabványnak megfelelő strandröplabda pályát adtak át Nyíregyházán. A Continental Arena parkolója melletti területen kialakított homokborítású pályákat június 1-től vehetik birtokba a sporták szerelmesei. A megyeszékhelyen eddig a Sóstrói strandon és a Városi Stadionban röplabdázhattak azok, akik a sporták szabadban űzött változatát kedvelik. 2012 óta a belvárosban egy 4 napos fesztivál keretében püfölhetik a labdát az amatőr és profi játékosok. Ma a Nyíregyházi Sportcentrum és a Hübner HKFT közös beruházásának eredményeként 14 millió forintból épült 2 új strandröplabdapályát adtak át a Continental Arena parkolója melletti területen. 3 irányban van társadalmi szerepvállalásunk, a kultúrát támogatjuk, a sportot és az egészségügyet. A sporttámogatás úgy alakult ki a strandröplabda irányában, hogy megnéztük, hogy milyen rendezvények vannak már, mi az, ami még nincsen és hiányzik. Kovács Ferenc polgármesterként és a Magyar Röplabda Szövetség elnökeként is örült annak, hogy újabb sportlétesítménnyel gazdagodott a megyeszékhely. Sőt, ebben rendbehoztuk a Sóstón a parkfürdőbe, a pályákat, zuhanyt építettünk, mint ahogy itt is. Második körben ugye a Hübner ajándékaként a stadionban van egy folyamatosan igénybevető strandröplabdapálya, és ez a harmadik újabb lehetőség, ami remélem, hogy annyira lesz kihasználva, mint a másik 2, azaz folyamatosan fognak itt játszani. Közben az országos strandröplabda bajnokság regionális döntője itt volt tavaly is, most is itt lesz, tehát összekapcsoljuk a Hübner strandröplabda fesztivállal, és hát emögött azért ott vannak az eredmények a szabadidősportban is, meg a versenysportban is. A 2 új pályát június 1-től vehetik birtokba a röplabdázók. A 4 napos Hübner strandröplabda fesztivált és a hozzá kapcsolódó bajnoki fordulót június utolsó hétvégén rendezik meg Nyíregyházán. 11 pontos vereséget szenvedett Nagykőrösön a Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1B 5.-8. helyeiről döntő párharc első meccsén idegenben kaptak ki 71-60-ra. A visszavágót vasárnap 16 óra 30-tól rendezik a Continental Arénában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
partnervárosi szándéknyilatkozatot írt alá Nyíregyháza és Bielszkó Biala a városnapi ünnepi közgyűlése. A város újratelepítésének 265. évfordulóján tartott rendezvényen a lengyel településen kívül részt vett még szatmárnémeti, ungvár, beregszász és eperjes delegációja is. A közgyűlés mellett koszorúzással, emléklapok átadásával, illetve kétnapos programsorozattal ünneplik a megyeszékhelyen a városnapot. Már csak 5 nap van hátra az SZIA bevallás határidejéig. Az utolsó napon minden megyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálat este 8 óráig tart nyitva. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal, őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve, annak május 22-e után automatikusan elfogadott bevallássá válik a tervezete. Soha nem volt még annyira aktív és erős kapcsolat Magyarország és Izrael között, mint napjainkban. Ezt Izrael állam nagykövetének helyettese mondta Nyíregyházán. Hunyadi László a zsidó állam újjászületésének 70. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen kiemelte, a magyar zsidóság is jelentősen hozzájárult Izrael létrejöttéhez és fejlődéséhez, ma pedig fontos, hogy számos területen közös érdekek fűzik össze a két országot. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 18-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket, kollégáim nevében is viszontlátásra. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Az időjárásunkat alakító magassági hidegörvény fokozatosan távolodik észak-kelet felé. Szombaton egy anticiklon déli peremére kerül a Kárpát-medence, ezzel együtt kissé melegebb, szárazabb levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, majd estétől kevés lesz a felhő. Délutántól elszórtan zápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható. A délelőtti óráktól kezdődően szorványosan zápor előfordulhat, az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Az elkövetkező napokban a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, elszórtan alakulhat ki zápor eső, néhol zivatar. A jövő hét közepétől azonban már több helyütt várható zápor, helyenként zivatar. Emellett tovább erősödik a nappali felmelegedés, koranyárias idő várható.